Miért beszélünk esélyegyenlőségről, amikor nincs is esélyegyenlőség? És hogy miért mondom mindezt? Tudtátok, hogy az állami gondozottak több mint 80%-a prostituált börtöntöltelék hajléktalan vagy meleg lesz? Szomorú a hír, de sajnos igaz. 2012-ben a vizsgafilmem főszereplője Jenő, aki születésétől kezdve intézetben nevelkedett, és most 47 éves. Sajnos még mindig nem tudott beilleszkedni a társadalomba. Hogy kerülsz most ide? Itt vagyunk a Ne Felejts utca 23 szám alatt. Hát egyszerűen történet, mert éjjel annyira hideg van, hogy megkértem a barátomat, hogy azért éjszakára engedjen föl, meg megfürdeni, hogy ne fagyjak meg. Itt a szívünkben, meg itt a fejünkben tisztának kell. Hogy 10 éve hajléktalanul nyomulok, így adom elő minden napomat, dolgozom a magam fenntartása érdekében, de nem tudok haladni. Nincs honnan indulni, nincs hová érkezni. Ez egy nagyon fontos mondat, gondolat. Ugye nem árulok el nagy titkot azzal, hogy legnagyobb kedvencem Karamell is hátrányos helyzetű. Nézzük, mi az ő véleménye erről a témáról, és ő miben látja a kitörést ebből a helyzetből. Hát szerintem mindenki hátrányos helyzetű, aki szegény, aki más, mint a többség, aki mást képvisel, mint a többség, a mozgássérültek, a lát, a hall, akik nem jól hallanak, a lát, akik nem jól látnak. Szóval mindenki, aki más, aki színesbőrű, aki meleg, aki zsidó, aki cigány, aki más képvisel, mint amit elvárnak, de ugyanúgy te is hátrányos helyzetű vagy. Szóval én úgy gondolom, mindenkinek vannak esélyei, az a baj ezzel, hogy nem mindenkinek van egyenlő esélye. Én úgy gondolom, meg úgy érzem, és ebben hiszek, hogy az egyetlen egy megoldás a tanulás. Az elmúlt 3 évben sajnálattal tapasztaltam, amiről dr. Kürt Sándor is beszél. A Kürt ZRT elnökeként, valamint a H2O projekt egyik fő támogatójaként a hátrányos helyzetű fiatalok oktatásában segít. Egy gyereket, és a példaértékű ez, elkezdesz kiemelni ebből a rendszerből, és ezer szálon húzza vissza maga a rendszer. Maga a rendszer húzza vissza, mert nem tudja őt különlegesen kezelni. Azt nézni, hogy jó úton haladsz, és az úton egyengedni kéne neked. Ez a rendszer, akár a szociális álló, akár miről beszélünk, ezzel egyszerűen nem foglalkozik, képtelen, ezek az emberek nem léteznek. Jenővel mindketten egyetértünk abban, hogy amire szükség van, az fedél a fej fölé, naponta legalább egyszer meleg étkezés és munka lehetőség. Ugyanezt történik az államban a gyermekkel is, meg a felnőttel is. Nem céltalanul nevelt fel engem az állam. Ha adó fizető állampolgárt szeretett volna magának gyártani. Hát csak azért nem etetett volna, hogy én nőjek föl, nőjek nagyjá és szabadon röpködjek, mint sas a világban. Most fizetsz adót? Persze. Abból a jövedelemből, amit kapok. Mivel nincs jövedelmem, nem tudok adózni, fizikai képtelenség. A nincsből nagyon nehéz produkálni. Lehet, de nehéz. Summa summarum, kedvet kaptam ahhoz, hogy befejezzem a vizsgafilmem, vagyis, hogy megcsináljam úgy, ahogy ezt annak idején szerettem volna. Addig is arra kérek mindenkit, hogy ha találkozunk olyannal, hogy lehetőséget kér valaki valamire, adjuk meg neki. Namáni Csokibe a riportját látták Budapestről. Köszönöm a figyelmet!